Kedves gyerekek, kollégák, tudom, hogy kicsit már későre csúszott az idő, gyorsítva az menetét, de ezt mégis engedjétek meg, hogy egy-két gondolatot hozzátegyek a mai naphoz. Az első és legfontosabb dolog az, hogy ennek a mai napnak az az életüzenete számunkra, hogy nektek van mondani valótok számunkra, és ez a mai nap rólatok szól. Ez a nagy életüzenete. Engedjétek meg, hogy a zsűri nevében is megköszönjem nektek a mai napot. Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy felejthetetlen élményekben tudtatok minket részesíteni. Ennyi bevezető gondolat után, a bőség zavarában úszva, mert ez megadatott, hogy abba legyünk, szeretném a díjakat átadni minden megérdemelt, nem is versenyzőnek, résztvevőnek, így fogalmazva. Kezdeném először a vers és próza kategóriával, mégpedig az alsó tagozatosokéval. Harmadik lett Lázár Csaba Miskolcról. A díjat a kategória legilletékesebbje Várhegyi Márta művésznő adja át. Mindehhez tartozik még egy lemez, amit a Megyei Pedagógiai Intézet ajánlott fel Csabának. Gyere Csaba! Második lett Nagy Gábor, szintén Miskolc. Művész út parancsolja. És szintén egy lemez a fegyeitek a kutatóintézet ajándéka. Gratulálok! Az alsó tagozatosok vers próza mondó versenyének első helyezette Lipták Erzsébet Bécsita. Az első név az társú név, amely a Gyermek és Ifjúságvédelmi Intézet 2000 forintos ajándéka, ez majd technikailag levezényel meg később. A felsősök vers és prózamondó versenyének harmadik helyezettje Benyovszky János alsógyermek. Akinek plusz ajándéka az Ember a gyermekekért című alapítványnak könyvjutalma. Felső tagozatosok vers és prózamondó versenyének első helyezettje Varga Ferenc. Természetesen
természetesen itt is érvényes a kategória első helyezettjének a Gyermek és Ifjúságvédő Intézet 2000 forintos külön díja. A középiskolások kategóriájának harmadik helyezeten Titkó Ildikó Sajőrös. Ildikó, ne menj el, téged illet még a sok oldalú részvételedért a Miskolci Nemzeti Színház emlékplakettje is. Második helyezett Rási Adrián Miskolc. Adrián. Adriánnek plusz jutalma a Ember a Gyermekeket Alapítvány könyvjutalma, könyvcsomagjutalma. És a középiskolások vers és prózamondó versenyének első helyezettje Kis Ildikó. Horváth Mária, Sajóörös. Második helyezett Horváth Róbert Miskolc. Róbert plusz ajándéka az alapítvány egy könyv csomag ajándéka.
és a hangszeres együttesek első helyezettje Lázár Krisztina Miska. A zsűri további külön díjakat adott ki, amit megkérek Képes Károlynét, az ember, a gyermekekért alapítvány kuratóriumi elnökét, hogy adja el. Külön díjat kapott a Miskolci Kamara Együttes. Tanács 1000 forintos utalványát. Külön díjat kapott Túri Ernő. Egy lemez kaptam. A megyei pedagógiaiak az ajándéka. És külön díjat kapott Sajó Vörös a színpadi játékért. A Miskolci Nemzeti Színház plakettjét. Még egyszer szeretném valamennyünk nevében megköszönni nektek ezt napot, és kívánom, hogy az elkövetkezendő években is hasonló formában, hasonló művészet szeretettel és ügyhúzgalommal találkozzunk ismét együtt veletek. Köszönöm szépen nektek a mai emlékeztetést, és átadnám a szót. Kedves résztvevők! Várhegyi Márta vagyok, a Miskolci Nemzeti Színház tagja. Szeretném átnyújtani az intézetnek, mint megszervezőjének, a szép seregszemlének, Szász Endre alkotását, színházunk plakettjét. Emlékül, hogy mindannyian emlékezünk erre a szép napra. Kérem az igazgató urat, hogy fogadja szeretettel, és remélem, hogy ez a mai nap a színház és köztetek egy kapcsolat kezdete. Még egyszer megköszönöm valamennyiüknek, hogy eljöttek, és lassan mondhatnám, hogy ezt az egész mai napjukat itt töltötték el Miskolc gyermekvárosban, és remélhetően mindenki sok-sok élménnyel gazdagodva tér vissza. Az én feladatom annyi még, hogy az intézményünk nevében valamennyi résztvevő csapatnak egy ajándékcsomagot nyújtsak át azoknak az intézményeknek, akik megtiszteltek bennünket, és a születésnapunkon ennek a születésnapjaknak egy rendezvényén részt vettek. Úgyhogy kérném szépen Alsó Zsolca, Meggyaszó, Bátor Terenye, Sajó Örös, rosszul mondtam, Bátony Terenye, köszönöm szépen, milyen éles külük van nekik. És természetesen Miskolc csapat képviselőit is. Hadd kérjen meg a zsűri tagjait, tessenek átadni, ott van 5 darab csomag, 4 darab, 4 fő zsűri tag,
Jó? Tehát mindegyik intézmény egy-egy képviselőjét kérném. Egy-egy csomag. Születésnapunkra intézményeként három fő gyereket szeretettel várunk egy